Sziasztok! Mala vagyok, ez pedig itt az 1000 feliratkozós Room Tour videó. Biztos, hogy nem így ki kell kimondani angolul, de hát ez van. Akkor kezdődjön a varázslat. Kikapcsoljuk a chroma keyt, megjött a green screen. Kikapcsoljuk ezt is, jelen alapból a kamerának a képe. És hát akkor kezdődjön a szoba bemutatása. Nos, itt látható a main setup, innen mennek a streamek. Gyakorlatilag ott van a kis fotelke, ott szokott ma csücsenni. Kettő darab monitor, mert az fontos. Ott van a második, most már legalább mindenki látja azt a csodás kis 14 szoros rettenetet, amin el kell férnie az OBS-nek, a chatablaknak és gyakorlatilag mindennek. És ebből kifolyólag szokott az lenni, hogy gyakorlatilag sok minden elkerüli a figyelmet. Aztán igencsak sok minden van még a képen, ami izgi lehet. Például az a remek monitormagasító célberendezés. Mert hát ilyen modernek vagyunk. Ezen kívül ott van a gép. Most esett át ugye a műtéten, kapott egy új tápot. Hál' Istennek a többi túlélte. Majd még valószínűleg egyszer szét kell szednem a nyomorult a ventilátor miatt. A háttérben pedig látható a szobabicikli, illetve a szobabicikli sarok, ahol szokott lenni a szobabicikli stream. No, akkor ha már szobabicikli, akkor ott van a kis malás gyúrós sarok, ott szokott lenni a szobabicikli live. A szobabicikli mellett az a diszkrét fekete íze, az egy ilyen fadobozos hangfal, mert a hangtechnika az fontos. Hál' Istennek ott maradt még a ruhaszárító cucc, meg egy-két szemét az ágyra szétdobálva, mert azért remélem senki nem gondolta, hogy miattatok fogok rendet rakni a szobába. Tehát, hogy azért ez így nagyjából ugyanazt az állapotot mutatja, mint amelyiket bármelyik napba meg lehet tapasztalni. És hogy mennyire tiszták az ablakok, köcsön, még csillogás effektet sem kellett oda rakni, de ott van. Na, és egyben elérkeztünk a videó nyereményjáték akciójának megfelelő részére. Ezen a képen kettő darab dolog is van elbújva, amit csak a legszemfülesebb rajongók találnak meg. Amennyiben úgy érzed, hogy megtaláltad, kommentbe jelezzétek, kíváncsi vagyok, hogy meg lehet illetve megtaláljátok azt a két objektumot, ami rajta van a képen. És nem annyira kellene, hogy ott legyen. No, ezek után következő. Na nézzük az ellenkező irányból a történetet, ugyebár szembe vagyunk az előzővel. A szuperül kifeszített cipőfűzővel fönt tartott green screen látható valamennyire a háttérbe. Illetve a két monitornak a hátulja. Sajnos egyik gyártó sem fizetett a reklámért, hogy látható a cég logó a videóban, ezt kérem pótolják. Amúgy, hát túl sok érdekes nincsen rajta, hogy őszinte legyek, de kellett egy ilyen is, hogy ellenkező irányból legyen. Na, ez már egy sokkal izgalmasabb kép, mert rögtön rajta van a malaágy, oroszlános, mert az menő. Illetve az őskori relikviák a falon, és most nem a szőnyegre gondoltam. Hú, hát ez a három poszter, az mondjuk nem tegnap délután került fel a falra, hogy hú, valamit kéne rakni a falra, mert csinálunk room tour videót, hanem úgy körülbelül 150 ezer éve ott rohad, és még nem volt szívem, meg kedvem, meg amúgy is lusta vagyok leszedni. Úgyhogy ott van, illetve látható még az ajtó, amin keresztül szokott malamama támadni. Illetve ott van a hát fogas. Rengeteg hülyeséget oda szoktam haingálni. Illetve, hát kicsit jobbra még van húsvéti nyusz is, tojás is a falon, úgyhogy nyuszinak innen üzenem, hogy nyusz. Kár, hogy nem látszik a serleg, mert ott egyébként kicsit jobbra lenne egy serleg is, de hát az most úgy látszik, hogy lemaradt. Mert lehet sírni miatta. Ja, és még az a roppant szuper virágos tapéta retro 40 évvel ezelőtti cucc, hát olyat sem nagyon kapsz mostanában, azt hiszem.
No, hát ugye nagyjából ennyi lett volna egyébként a room tour videó. Sajnos nincsen túl sok minden a szobában, amit be tudnák mutatni nektek ezen kívül. Gyakorlatilag megvolt mind a négy oldala, megvolt a setup, ez középen van, itt van a green screen. Az is megvolt, ott van a szobabiciklis gyúros sarok, az is megvolt, itt van az ágy, ajtó, kalap, kabát. Pénzhez sajnos nincsen. Szőke csajok sincsenek, akiket be lehet mutatni részletesebben a szobában, úgyhogy hát ez ennyi lenne. Remélem tetszett, és megfelel a kényes igényeiteknek. Mala voltam, ez lett volna a room tour videó. Legyetek jók, sziasztok!